Többszörös víradóknak mondott köszönetet a Magyar Vörös Kereszt Tolna megyei szervezete Szekszárdon a Magyar Víradók napja alkalmából. Mint minden évben november 27-e a víradók napja, és ez időszakban, tehát ebben a hónapban szinte, és még tovább is, az egész országban, így a megyében is a víradókat, a sokszoros víradókat, víradó szervezőket köszöntjük. De tavalyi évben sajnos ez elmaradt, és nagyon izgultunk, hogy idén meg tudjuk-e tartani ezt az ünnepséget, és úgy döntöttünk, hogy egy nagyobb létszámú megyei ünnepséget tartunk, és így a megye településeiről hívtuk ide a sokszoros kerekévfordulót betöltött véradókat. Mi is tulajdonképpen arra, azzal ösztönözzük az embereket, hogy felhívjuk a figyelmet lehetőség szerint minél több fórumon a véradás fontosságára, hiszen ez egy a társadalmi felelősségvállalásnak egy része, tehát ez főként belső indítatásból jön. Ezért a fiatalokat, a családban a szülők, a gyermekeiket különböző fórumokon és mindenféle lehetőséget megragadva arra kell felhívni a figyelmet, és mi is azt tesszük, hogy a vér semmivel sem pótolható. Tehát ma a gyógyításban, a betegek gyógyulásához, bizonyos gyógyszerkészítményekhez elengedhetetlen a vér, az emberi vér, amit nem lehet másképp előállítani, ez csak úgy kerülhet be a gyógyításba, tehát így lehet hozzájutni a betegeknek, ha a véradók eljönnek, és karjukat nyújtják, és saját testük szövetét adományozzák, azért, hogy a beteg rászoruljon, embertársaik ezáltal nagyobb lehetőséget kapjanak a gyógyulásra. Boa András 18 éves kora óta már százszor nyújtotta a kezét, azt mondja, addig folytatja, amíg egészsége engedi. 18 éves koromban Fatornyos falumba kezdtem vért adni, és a szüleim indítatásából édesanyám több mint 50 évig volt vöröskeresztes aktivista embertársaim segítségére, illetve jól éreztem mindig magam utána. És egy-két napon belül teljesen újra termelődik a vér. Három gyermekem van, szeretném, ha tovább vinnék, de nem valószínű, hogy valamelyik is utol fog élni. Idén a Provita díjat Szabóné Szejfert Annának ítélték oda. A kitüntetésben azok részesülhetnek, akik legalább már százszor nyújtották a karjukat. Az elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma ítéli oda a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat javaslata alapján minden évben. A dombóvári nő 36 év alatt közel 120 alkalommal adott vért. Ez úgy volt, hogy egy munkáját váltottam, és ott márciusban csapat mondta, hogy nincs kedvem vért adni, mert ők mennek. Hát mondom, még úgy csináltam, akkor miért ne? És azóta évente négyszer adok vért. Tehát három havonta, mert három havonta szabad a nőknek. Hát az igazság az, hogy én úgy gondolom, hogy mivel hogy a vérem ettől cserélődik, és mindig frissül, és nekem ebből semmi hátrányom, még hál' Istennek nincsen, és így segíthetek másokon. A megyei véradó ünnepségen Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke is jelen volt. Miért fontos a véradás? Ez az egy olyan adomány, amit nem lehet semmiféle tárgyi eszközzel pótolni, mert a vért a saját testünkből adjuk, és nagyon fontos, hogy a betegeket ezzel megmentsük, és egy reményt adjunk, hogy egészségesek lehetnek a jövőben. És miért fontos köszönetni? Hiszen ezt ingyenesen adják a véradók, idejüket is áldozzák, energiájukat áldozzák, és én azt hiszem, hogy a társadalomnak ez a minimum, hogy egy nap főhajtással álljon a véradók előtt, és megköszönje ezt a munkát. Mi úgy szoktunk számolni, hogy 450 ezer vérettség kell éves szinten. Természetesen arra számolni kell, hogy esetenként több vérszükséglet van, hiszen ha nagyon sok a műtét, vagy egy nagy balesetnél, azt gondoljunk rá, hogy ez mennyire fontos, és nagyon fontos, hogy a megfelelő tartalék mindig rendelkezésre álljon. Szerencsére azért a véradó kedv nem csökken, de időszakonként, most különösen a Covid járvány idején azért volt néha csökkenés, hiszen az, ahogy említettem a köszöntőmben is, a vállalatok leálltak, tehát a munkahelyi véradások most szüneteltek.
ezért ez is egy jelentős mennyiséget időnként kivont a forgalomból, de örömünkre szolgál, hogy a lakossági véradásokra nagyon sokan jöttek, és nagyon sok új véradó és fiatal véradó jelentkezett, akit remélhetőleg hosszú évtizedekre meg tudunk tartani. Ehhez kell nagy munkát végezni a véradó szervezőknek, hogy egy olyan légkört alakítsanak ki, hogy az emberek ne csak egyszer segítsenek, ne csak akkor, ha éppen családtagjuk szorul vér szükségletre, hanem mindig segítsenek, és remélhetőleg, hogy ez a jövőben is így lesz. 2020-ban Tolna megyében több mint 6000 ember nyújtotta a kezét véradási szándékkal.